A szabadtéri rendezvények szervezői talán egyetlen dologtól tartanak a leginkább, és pedig attól, hogy több hónapon keresztül szervezgetett rendezvényüket a nagy pillanatban elveri az eső. A negyedik gyümölcsfesztivál szervezői most pontosan ezzel a helyzettel találták szemben magukat, ám ma délelőtt a fesztivál helyszínén járt stábunk legnagyobb meglepetésére nem elszomorodott arcokkal, hanem mosolygó, kedves és várakozásteli tekintetekkel találkozott. A 18 udvarhelyszéki települést képviselő gazdaszonyok standján már ott sorakoztak a környéken termett gyümölcsökből készült finomságok, a lekvárok szörpök mellett sütemények, lepények díszítették az asztalokat. A szervezők kedvét szintén nem befolyásolta az időjárás, szerintük ez nem lehet akadálya az együtt ünneplésnek. Egész nyáron ezt várták a közösségek, nem? Mindenki esőt várt, mindenki esőért imádkozott. Hál' Istennek esett az éjszaka, most el fognak tűnni a felhők, jönnek már az emberek, mindenki fel van készül, és mindenki optimista. Tehát itt van az összes közösség, akik beneveztek, 18 közösség, 18 sátor, nagyon szép ízek, kavalkádja van itt. Én azt gondolom, hogy a felhők el fognak oszolni, fognak jönni az emberek, és nagyon szép idők lesz a hétvégén. Ha nem is süt hétágra nap, de mindenképpen itt azért be lehet ide jönni, meg lehet kóstolni, lehet vásárolni, és igazi ünnep lesz. A Civitas Alapítvány és a Székely Gyümölcs Egyesület által szervezett háromnapos rendezvény idén új résztvevővel bővült, székelyders közössége még kissé félve, de kíváncsian érkezett a fesztiválra. A meghívás az már az első alkalomtól érvénybe lépett, ugyanis a Civitas kapcsán Orbán Árpád székelyderzsi születésű, és mindig fontosnak tartotta, hogy támogassa a közösségét, mindig fontosnak tartotta, hogy az ő közössége is ott legyen, ahol ott kell lenni. Tehát a hivatásunk úgymond már nagyon régen megvolt. A bátorság az egyre kevésbé, de most úgy néz ki, hogy sikeredett, és hát nagy-nagy izgalmakkal, de tapogatózva, de itt vagyunk, és várakozunk. A fesztivál idén is gazdag kulturális programmal jelentkezik, a színpadi produkciók, előadások mellett a régi gyümölcsfeldolgozó eszközök kiállítását is meg lehet tekinteni. Ezen kívül gyümölcstermesztési tanácsadást hallgathatnak a témában érdekeltek, de lesz cserebere vásár és szabadtéri táncház is.